Sziasztok! A héten ismét volt State of the Game, és bár megtudhattunk pár érdekességet, a közösséget kínzó nagyobb kérdésekről nem nagyon esett szó. Július 7-én 30-as szinten is elérhetővé vált a második raid, azaz, akik nem vették meg a Warlords kiegészítőt, azok is végre kipróbálhatják. A raidben a hetet az RPG glitch tartott a láncban, amivel végtelen RPG-t lehetett varázsolni, ezt a csütörtöki karbantartással elvileg kipecselték. Jó részt azonban a július második felében érkező 10.1-es patchről beszéltek, jó pár dolog változni fog, és nem mindennek fogtok örülni. Változik a Revive Hive, 0. szintű skill power a jelenlegi négy helyett csupán egyetlen töltése lesz. Szólójátékosoknak nem lesz nagy változás, de csapatban több embert már csak az fog tudni felszedni, akinek skill van. Csökkent cserébe a töltések lehűlési ideje, 240 másodpercről 180-ra csökken, azaz egy szóló játékosnak max. 3 percet kell várnia, hogy bármit csinálni tudjon, amiben pont a skill cooldown eddig megakadályozta. Összehasonlításképpen ez jelenleg kerek 16 perc a skill pedig egy-egy új töltés jel, így hatos szinten hetes darab felszedésre lesz alkalmas. Nörföt kap a Foundry Bulwark, nem tartott sokáig. A háromdarabos darabos bónusza 3% Armor Regenről 1%-ra csökken, de cserébe pluszban adni fog plusz 50% Shield HP-t. Ezzel nagyjából a pajzs nélküli hibrideket nyírták ki, úgy látszik szerintük még mindig nem halunk elég gyorsan. A Forge nevesített holster a jelenlegi 10% pajzs HP helyett 50%-ot fog adni, egy Motherly Love mellé kiváló választás lehet a tank buildbe. Változik a Booster Hive is, a sebzés bónusz leváltja a Hazard Protection, de cserébe emelkedik az erősség. Nullás skill tíren a Booster Hive 20% Hazard Protection, 20% Weapon handlinget és 20% közel harc sebzést ad majd, a maximum pedig 60-60-60% lesz. Ezek nem alacsony értékek, tekintve, hogy a weapon handling a reload time-ot is csökkenti, és az is egyfajta DPS növekedés, de hasznos lehet PvE-ben például a raid bossoknál, vagy akár PvP-ben az égetős kemlan launcherek ellen. Modokkal együtt így elérhető a 90% hazard protection, ami még mindig nem teljes védelem, de azért elég jónak tűnik. Úgy általában növekedni fog a hive tüskék sebessége, és minél magasabb a skill tier, annál gyorsabbak lesznek, ami igazán ráfér tekintve az ellenfelek DPS-ét. A Headhunter Nos, ahhoz nem nyúltak, fújjátok ki a levegőt, egyelőre legalábbis, ezt legalább külön megerősítették. Több PvP balansz is érkezik, az Assault Rifle a 9% sebzésbe fot kapnak, de nörfelik a Firestarter-t, a robbanás sebzése 50%-kal csökken. 38% damage buffot kap a striker Drone, még mindig csak PvP-ben, viszont minden skill négyszer több sebzést fog bekapni ellenséges játékosoktól, hogy legyen counter ezekre. Egyelőre PVP-ben nem nörfelik a Riot Fomot, megnézik, hogy a Booster Hive változással hol a dolgok, de figyelik és érzékelik az igényt. További loot változásokról is szó volt, és kaptunk egy szemléltetőt, hogyan is nézett ki Title Update 10 előtt, és TU10 után a loot sorsolásának esélye. tu 10 en megváltoztatták a képletet, és ez az új grafikon mutatja az egyes rollok eloszlását. Drasztikusan visszaesett a teljesen fos darabok száma, ez a sárgával csíkozott terület, érzékelhetően több lett a közepesen jó rollok száma, ez a zöld. Én magam is azt mondtam, hogy szintezni sokkal könnyebb, viszont a min max nem lett jobb. Nos, igazság szerint az még romlott is, ez látszik a piros területen. 10.1-el ismét változtatnak, mégpedig megemelik a minimum rollokat 50-60%-ra, és megemelik a guardrollok maximum esélyét, ezzel visszaszorítva a piros területet, és picivel több guardrollt adva. Szerintem min maxolásban ez sem fog helyt, nagy áttörést hozni, de érezhetően könnyebbé kéne válnia az átlagosnál jobb darabok összeállításának. Ezek a változások érintik a dz is, ahol egyébként jelenleg challenging nehézségi szinten esik a loot. Változnak a ládák is, a field proficiency és a DZ ládák heroic szinten esnek majd, nem challenging, és a clan ládák nem heroic, hanem legendary szinten esnek majd. Ez egy üdvözlendő változás, de őszintén az volt a fafejű, aki azt gondolta, hogy az egyetlen heti klánládának nem az elérhető legmagasabb szinten kéne esnie. Az exotikus dropok megjelenése változni fog, a random exotik dropok nem a padlón fognak megjelenni, hanem majd a mission végén a láda formájában kapod meg. A padlón csak a mission exotikja, mint például a Bighorn, illetve a target loot exotik fog kiesni, így nem kell többé hevesen dobogó szívvel odaszaladni egy kaméleonhoz legenderiben emberkínzás. Az exo esélyek nem változtak, csak az, ahogy megkapjuk. Kint van a Season 2, és csoda lesz az új a Event is, valakinek van kedve, grindolja majd őket. Mi rendületlenül gyakoroljuk a raidet, ha pedig kialakul egy jól működő taktika, akkor igyekszem összerakni egy videót róla, hát ha segít még annak a 10 csapatnak, aki próbálkozik vele. Ma, azaz pénteken folytatjuk a harmadik bosztól, ha pedig nem égünk ki benne, akkor befejezzük és kezdjük előről ismét. Szeretnénk egy óra szorítani a szintidőt. Szombaton szerintem pihendő lesz, valószínűleg reddet 2 vagy valami más. Vasárnap pedig este 8-tól podcast kivlovval nézzük együtt az Ubisoft Forward streamjét, és beszélgetünk mindenről, ami játék, de elsősorban Assassin's Creed, Watch Dogs és más meglepi bejelentések foglalkoztatnak. Érdemes Twitch-en is bekövetni, hát ha letilt a YouTube menet közben copyright miatt. Ha tetszett a videó, bök a like-ra, ha tetszik a csatorna, bök a subscribe-ra. Remélem hétvégén találkozunk live-on. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!